Köszöntöm a kedves nézőinket! Önök március 8-án hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Az eddigi legtöbb oltóanyag érkezett meg. Önkéntes akció zajlott a vasútállomáson. Rendhagyóan zajlott az iskolai képességmérés. Hazai pályán játszottak a tatai kézilabdázók. Rekordmennyiségű 450 ampulla AstraZeneca oltóanyag érkezett a tatabányai kormányhivatalba. Ezeket a kihelyezett oltópontokra és a megye házi orvosaihoz szállítják, hogy ezzel a vakcinával is tovább tudjon folytatódni az oltás. 4500 oltásra elegendő AstraZeneca vakcina érkezett a tatabányai kormányhivatalba hétfő délelőtt, így ezzel az oltóanyaggal is folytatódhat tovább az oltakozás. Két fontos változás is életbe lépett az AstraZeneca-val kapcsolatban. Rekord mennyiségű AstraZeneca érkezett, hiszen 450 ampulla, tehát 4500 oltásra elegendő mennyiség. Nagyon fontos, hogy az AstraZeneca-ból is tovább tudjuk folytatni az oltásainkat. Fontos változások is történtek, hiszen az életkori határok kibővültek, tehát most már 60 év felett is adható, hiszen ahogy telnek múlnak eltek a gyakorlati tapasztalatok, a tudományos kutatások kiérlelik a változásokat, ez történt meg az AstraZeneca kapcsán is, így nagy örömünkre be tudjuk jelenteni, hogy 60 év felett most már el tud indulni ez az oltástípus is. Másik fontos változás, hogy 12 hétre változott az ismétlő oltásnak az időpontja, tehát aki most megkapja a héten ezt az oltást, az ismétlő oltást már a 12. héten fogja megkapni. Az oltási terv fontos eleme, hogy felgyorsítjuk az elsőkörös oltásokat, és hát a gyakorlati tapasztalatok és a tudományos eredmények figyelembevételével ennek lehetősége is volt. Így ez azt jelenti Komárom-Esztergom megyében is, hogy az oltások ütemezése még tovább tud gyorsulni. A kórházi oltópontokon kívül a megye házi orvosai számára is folyamatosan szállítják a vakcinákat. A vakcinák továbbra is két helyre kerülnek allokálásra. Az egyik a kórházakban kialakított oltópontok, nagyon jó gyakorlati tapasztalataink vannak, másik pedig a 145 házi orvosi praxis. Ezen a héten is négy típusú vakcinával folytatódnak az oltások, tehát az a felgyorsult ütem, ami az elmúlt heteket jellemzi, ezen a héten is folytatódni tud. Azt gondolom, hogy az állampolgárok egyre inkább átérzik a súlyát annak, hogy milyen fontos az oltás beadása, és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt hetekben dinamikusan nő a regisztrálók száma. Ez egy nagyon örömteli dolog, hiszen hetek, hónapok óta azt gondolom, hogy a kormányzat hangsúlyozza, hogy milyen fontos a regisztráció, és hogy minél többen jelezzék az oltás iránti igényüket. Azt látjuk, hogy egyre inkább az jellemzi a magyar lakosságot, hogy élni kívánnak az oltás lehetőségével. Mi feladatunk pedig természetesen az, hogy ezt az igényt, ezt biztosítani is tudjuk. A következő hetekben nagyon jelentős számú oltást fogunk tudni beadni itt a megyében. Azt gondolom, hogy ez a harmadik ütem, látjuk a napi számokat, látjuk a heti fertőzés számokat, jelzi azt, hogy a vírus még sajnos itt van köztünk, és a mutánsok miatt a terjedési sebessége is gyorsabb, úgyhogy ezt a döntést a kormányzat meghozta. Én azt gondolom, hogy a találkozások száma csökkenni fog, ez a fertőzés lehetőségét is egyértelműen csökkenteni tudja majd. Nagyon bízom benne, hogy egy vagy két héten belül elérjük a tetőpontot, és onnan egy látványos csökkenés fog beállni. Ehhez azonban szükség van arra, hogy ezen a két héten még ezeket a szigorú szabályokat be tudjuk tartani közösen. Az Önkéntesség Tatáért Egyesület ismét civil megmozdulást szervezett. Március 6-án a tatai vasútállomás területét tisztították meg a résztvevők. A kezdeményezéshez több mint 50-en csatlakoztak, és most is minden generáció képviseltette magát az eseményen. Az Önkéntesség Tatán és környékén csoport szombaton a tatai vasútállomás környékét tisztította meg. A MÁV-tól kapott munkavédelmi oktatás után neki is vágtak, hogy szebbé tegyék a környezetet. Ez az idei harmadik nyilvános eseményünk.
Nagyon örülök neki. A jelenléti év szerint több mint 50-en jöttünk el, és ahogy látható is, hogy gyakorlatilag minden generáció képviselteti magát, az óvodásoktól a nyugdíjasokig, aminek nagyon-nagyon örülök, és amint megtudtam, hogy nem csak Tatáról, Naszájról, a környékbeli településekről, hanem például Budapestről is jöttek. Elsősorban tereprendezés, utána szemétszedés, és megpróbáljuk az egész környéket rendbe rakni. A következő terület a fényesfürdő területe lesz, ezt speciálisan diákoknak szervezzük, de természetesen már ki jöhet, és meg lesz nyilvánosan hirdetve. Ott különböző kertészeti munkák lesznek, fágmetszés, a fáknak a metszése, az elhullatott leveleknek az összeszedése is hasonló. A tervek szerint március 20-án 9 órától várják majd az érdeklődőket. A Kőkuti Általános Iskolában már több éves hagyománya leendő sporttagozatos diákok számára szervezett képességmérés. Idén a járványügyi helyzetre való tekintettel rendhagyóan zajlott az első B-osztályos diákok felvételéje az intézmény tornatermében. Bár megtartották a Kőkuti Általános Iskola testnevelés tagozatos képességmérését, de a koronavírus járvány miatt ez most nem a szokásos módon zajlott. Bízom benne, hogy ezzel nem tettünk hagyományt az idejével, hiszen teljesen más jellegű felméréseket készülnünk. A gyerek óránként jönnek be hozzánk erre mai délőtre a kistérség különböző óvodáiból, illetve ország különböző pontjairól, és örülünk neki, hogy van mi válogatnunk, hiszen van idén is tudnakítés az első B-osztályra. Azt a cél szolgálja a képességi felmérés, hogy kiszűrjük azt a 25-6 legjobb gyereket, akik valóban érdemesek arra, hogy a szülők ideadják hozzánk. Különböző mozgásokat nézünk, leütéseket, szödéseket, kúszás, mászást, saját erőt, plusz pénzt állnének a munkáját. Az elmúlt évekhez képest idén sincsen kevesebb gyerek, olyan bő 50 gyereket tudunk fogadni. Van egy kis körpályánk, amiben van egy szögdelés, egy lábon, két lábon, egy felmászás, egy kis bordásfalra, kúszás, mászás, leugrás mélybe, szivacsban ugrálás van, ugye sokkal mélyebb helyről, kötelek fölött, hajítás és bukfencek, valamint van három olyan állomáshely, ahol a labda elkapását nézzük, illetve a labda passzolását, saját erőt, vándormászás és egy kis függeszkedés, valamint felülések, illetve egy ingafutás. Közben kell kitenni három labdát. Akik felvételt nyernek az iskolába, különböző sportágakkal találkozhatnak majd. Emelt szintű testnevelés óra van a sportiskolás keretrendszernek megfelelően. Heti 5 plusz 1 testnevelés foglalkozáson vesznek majd részt a gyerekek, ahol az atlétika, labdajátékok, remélhetőleg az úszás, korcsolyázás sportágakkal ismerkedhetnek majd meg. Hál' Isten elég sok kisgyermek el tudott jönni a mérésre, úgyhogy bizakodunk, hogy jó leendő első osztály jön össze. A sport öröm, egészség és egy kicsit matematika. Itt elsősorban a mozgásos képességeket mérik fel a testnevelők, mi egy picit tanítónénik megismerkedünk a gyerekekkel. Én úgy gondolom, hogy a testnevelés tagozatosok körében a matematika az egy nagyon kedvelt tantárgy. Nekem már 6 testnevelés tagozatos osztályom volt, úgyhogy van tapasztalatom e téren. Igazak ezek a vizsgálatok, hogy a mozgásnak és a matematikának, a logikának nagyon jó hatása van egymásra. Markos Marian is részt vett a mérésen, ő lesz a leendő első B-osztályosoknak az osztályfőnöke. Másfél éve vagyok itt, és azt mondhatom, 35 évig voltam egy teljesen más megyébe, egy más iskolába, és azt mondhatom, hogy nagyon jó. Először is, mint a pedagógusok közössége, befogadtak, nagyon jól érzem magam, és a gyerekek közössége is igen jó. Természetesen legfontosabbak a gyerekek. Tehát nem is tantárgyakba gondolkodunk, miután első osztályosok lesznek, hanem úgy globálba szeretnénk őket szeretettel, jó szívvel nevelni, és természetesen miután sportosztály, meg minden gyerek számára legfontosabb a mozgás. Azon kívül, hogy szeressék egymást, jól érezzék magukat az iskolába, mi velünk is jól érezzék magukat, és még nagyon fontos, hogy a szülőkkel jó kapcsolatunk legyen. És akkor ezek után következnek a matematika, a magyar és azok a dolgok, amik a mi korunkban is fontosak voltak. Március 5-én hazai pályán mérkőzött meg a Tatai Atlétikai Klub férfi kézilabda csapata a Pécs Városi Sportiskolai Egyesület szakosztálya ellen. A szoros küzdelemben végül a TAC játékosai lőttek több gólt, és 25-22-re nyert a Tatai Egyesület.
Akár csak ősszel, március 5-én is remekeltek a Tatai Atlétikai Klub férfi kézilabdázói a pécsi VSE ellen. A mérkőzés eredménye végül 25-22 lett a TAC javára, azonban a gólok nem feltétlenül az edzői elvárásoknak érkeztek. A játékot Sibalin Jakab értékelte. Nem ez volt a titok, hogy így játszunk, főleg a félidőnek a hajrájába. Akkor azért adtunk az ellenfélnek egy 4 gólos előnyt, ami igazából már az elejétől kezdődött, mert megmondom őszintén, hogy tartottam a mérkőzéstől, nem szeretem azokat a meccseket, amelyiknek valamelyikét, és így most az első fordulát túl nagy gólkülönbséggel nyerjük meg, ráadásul idegenben egy kellemetlen stílusú csapat ellen, mert akarva akaratlanul és a koncentráció alábbhagy, és ez látszódott az első fél időben a befejezéseknél elsősorban, amikor egy néhány gólos előnyt tudtunk volna kovácsolni, kapufa, nem jó megoldásokat alkalmaztunk, aztán így a védekezésünk még úgy tartotta, de az első fél idő végén nem, és biztos volt, hogy ezt nagyon nehéz lesz ledolgozni, tehát csak lépésről lépésre nem fog percek alatt menni. Volt egy jó periódusunk utána a második félidőbe, akkor elmentünk 3 góllal, ott volt egy kritikus támadás. Hát vannak a mérkőzésnek a fontosabbnál is fontosabb momentumai, ez az volt az egyik ezek közül. Megvoltak a helyzeteink, tehát igazából nem a jobban agasztana, ha most el kellett volna vállalnunk ilyen félhelyzeteket, meg rossz lövéseket, de voltak helyzeteink, néha nem jó megoldásokat választottunk. Van, amikor azt gondolom, hogy el lehet érni csendesebben is ugyanazt a hatást, de van, amikor nem. És úgy gondolom, hogy most így ez nem az volt, ami tetszett az első fél időben. Hál' Istennek tudtunk fordítani így, és nagyon fontos volt számunkra ez a 2 pont ennek a megszerzése. Úgy gondolom, hogy a második fél időben talán a védelem is segített neki, tehát jobban sávokat lőttek a játékosok. Az elsőben ott nem nagyon volt blokkolásunk sem, aztán rossz ütemű kilépéseink voltak. Itt a második fél időben is volt, ott a beállót 2-3-szor, itt a túlzott akarás miatt 2 emberünk lépett ki, a váltásokkal voltak problémáink, de alapvetően igen, a védekezésünkkel nyertük meg ezt a mérkőzést is, mint oly sokat idáig. A TAC férfi kézilabda szakosztálya legközelebb március 21-én lép pályára, akkor a budai Farkasok ellen játszanak a fiúk, szintén hazai pályán. A Tatai Szociális Alapellátó Intézmény munkatársai várják azok hívását, akik a járványügyi helyzettel kapcsolatosan ellátásuk terén segítségre szorulnak, így az idősek, karanténban lévők és nagycsaladosok. Munkaidőben a 0630-691-0049-es, éjjel-nappal pedig a 0630-340-43-as telefonszámok hívhatóak. Következzenek hétfő esti híreink, még egyszer, röviden. Az eddigi legtöbb oltóanyag érkezett meg. Önkéntes akció zajlott a vasútállomáson. Rendhagyóan zajlott az iskolai képességmérés. Hazai pályán játszottak a tatai kézilabdázók. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök március 8-án hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen Tallózó című műsorunkkal folytatjuk, amelyben az elmúlt hét legfontosabb híreiről számolunk be még egyszer. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!